Az év énekesnője kategóriában jelölték a Glamour Woman of the Year gálán a legjobbak közé Lábas Vikit, a Marguerite Island frontemberét. Ez nem is meglepő, a fiatal énekesnő és zenekara roppant népszerű, folyamatosan koncerteznek, és idén számos meglepetéssel készülnek a rajongóiknak. Nemrég Erdélyben járt a zenekar. Mi volt az apropó? Idén lettünk 5 évesek, és ennek alkalmából áthangszereltük néhány dalunkat, amelyeket először Sepsiszentgyörgyön játszottunk el, egy kamarazenekar közreműködésével. Szuperül sikerült, a nagy érdeklődés miatt 2 koncertet is adhattunk. Az áthangszerelt dalokat legközelebb a Műpában adjuk elő február 13-án. Van egyébként álomkoncert helyszíne a Marguerite Islandnek. A basszusgitárosunk, Kristóf nagyon vágyik rá, hogy egy izlandi fesztiválon léphessünk fel, amelynek az a különlegessége, hogy minden zenekar csak egyszer léphet színpadra. Egyébként szerintünk nem a helyszín a lényeg, hanem hogy a közönséggel érezzük egymást. Hogyan őrzi meg az alakját a turnézás mellett? Egy sűrűbb időszakban, amikor folyamatosan a turnébuszban vagyunk, gyakorlatilag csak szemetet, elszünk a benzinkutakon. Mozogni pedig csak a koncerteken szoktunk, így egyelőre nem vagyok az egészséges életmód bajnoka. A hétköznapokon igyekszem egészségesebben táplálkozni, mert a fiatalság nem tart örökké.